Nagyon nagy szeretettel köszöntöm megjelent vendégeinket itt a Kaszinó udvari esték második állomásán. Egy héttel ezelőtt, hogyha visszaemlékeznek, akkor a szószoros értelmében mondhatom, hogy viharos siker volt az első koncert, hiszen az időjárás egy picit megviccelt bennünket, és lehetetlenné tette, hogy itt kint élvezhessük a koncertet. Most viszont csodálatos nyárestünk van, és bátran mondhatom, hogy annak idején, amikor kedves kollégáim megálmodták ezt a programsorozatot, akkor szerintem biztos, hogy ilyen időjárást álmodtak meg minden egyes koncerthez. Remélem, hogy ez így is marad az este legvégéig. Egy kicsit kuplézgatunk, ez a címe a mai előadásnak, és amint azt önök is láthatják, két csodálatos hölgy ül itt mellettem a színpadon, akiket több évtizedes barátság és több évtizedes munkakapcsolat köt össze. Én nagyon jó szórakozást kívánok a ma esti koncerthez, érezzék jól magukat. Hölgyeim és uraim, a színpadon Lang Györgyi és Falusi Marian. Köszöntünk mindenkit, hát tényleg marad jó idő, meg lehet dögleni, olyan meleg van, de semmi baj. Pont jó. Igen? Tegye fel a kezdetekre. Amióta öregszem már nagyon, azóta nagyon nem bírom a hideget. Régen mindig úgy ültem, hogy a légkondi rám fújjon, meg én is vettem propellert. Hát a Mari meg amióta öregszik, azóta vett propellert. Már jobban jártam volna az enyémet viszik meg. Hogyne. És ugye nem volt már forgatva a film, hogy itt is sem Mámival. És akkor valahogy már az utolsó pillanatban még utólag vették fel, és akkor ezt meg is figyeltem, amikor néztem a filmet, hogy amikor úgy mutatnak titeket, hogy látszik is, hogy mit énekeltek, akkor csak ti ketten vagytok a képen. Tehát valószínűleg, mert ez egyébként egy ilyen hatalmas nagy ilyen tömegjelent, igen, egy csomó statisztával, azokat nem hívták be újra. Kisfiam, az életem kincse volt. Kisfiam, csak én nekem megmaradt. Nem kérek semmi mást, kincseket, drága pénzt. Csak érezném újra én a drága szeretetét. Talán csak azért azt szerintem muszáj mindig elénekelni, mert annyira gyönyörű szép, hogy azt el nem tudom mondani. Aztán ezek a lajstromok, mi is, amikor megpróbáltuk szöveget írni a Padödővel, a Györgyivel, akkor előkerültek olyan dolgok, hogy miket lehetne beleépíteni egy szövegbe. Hát ugye nem vagyunk írók, nem értünk hozzá, még csak egy irodalmi. Szóval, hogy egyáltalán nem értünk hozzá, fogalmunk nincs, és akkor úgy gondoltuk, hogy beleteszünk egy-két filmcímet. Úgyhogy most jöjjenek filmcímmel dal, és ezt is meg lehet számolni, hogy mennyi. Jó. Jó? Jó, és én érdeklődve nézel rám, hogy igen, figyelj, hogy keveredek ki a mondatból. Igen. Na tessék, akkor jöjjön most csak aktuális mondat. Mindig tiéd nálunk az utolsó szó. Az sem zavar téged, ha kiborul a só. Kedves velem a sarki rendőr, hogy én vagyok a nő. Kaktuszt vettél nekem, ez gyönyörű dolog.
vége észre, hogy én vagyok a nő. Túlórákat válasz a szüli napomon, sosem mondod nekem, hogy szép az alakom. Én locsolom az egész kertet, a postás mindig kétszer csenget. Fedd már végre észre, hogy én vagyok a nő. Horgászgasz, ha nyár van, sok fagy a Balaton. Ártatlanul nézel, ha csöng a telefon. Hogy én vagyok a nő, én vagyok a nő, én vagyok a nő, én vagyok a nő, én vagyok a nő. Én vagyok a nő. Na, mennyi volt? Várjátok, az a fiú ott az előbb megnézte hányóra, mondjuk meg neki, hogy hányóra, és találjuk ki, hogy egy rész, hogy két rész legyen, nem lesz rövidebb. Tartsunk szünetet? Dehogy tartunk, hát itt ülünk és dubcsizunk. Ha valaki fáradt, menjen el pisilni, nyugodtan ígyatok vizet, stb. Stb. Mi is elénekelünk egy csomó számot, amit szeretnénk. Többek között egy olyat, hat, igen, te nyertél, mert hogy hat volt, mert a Rambó 2, meg a Rambó 3 az átvágós, úgyhogy rendben van, köszönjük a figyelmet. Jöjjön megint padödő, lehet? Csak azért, mert le fogjuk mutatni azt a művésznőt, ami nem is padödő, hiszen most csak a szöveg vagyunk mi, egy olyan művésznő, akiről aztán tényleg nem lehet elmondani, hogy bármiféle köze lenne a kupléhoz. Vagy is hát ő eddig nem tudta. Ő eddig nem tudta. De felhívott és megköszönte. Mit mondott? Thank you, Georgie. Biztos? Biztos. És nem a Gemini Curtis volt. És az abból a korból való... Tudtad, hogy Magyarországon a Gemini Curtis? Tudtam, hát igen. Ja. Hát a Tony Curtisnek az meg még magyar volt. Igen, és elmondtuk az előbb egy házba, és azt mondta, hogy üdvözlőjük itt Máza Sászvárról. Na, szóval az a lényeg, hogy amikor ezt a dalt írtuk és ezt a szöveget, akkor még nagyon-nagyon nagy dolog volt a telefon, az, hogy valakinek lett lakása. Most már mindenkinek van lakása. Mindenkinek van telefonja. Telefonja, az mindenki. Megfordult, tehát régen még volt, hogy egy lakást kiutaltak valakinek, de telefont szerezni, az sokkal nehezebb volt. Én emlékszem az első telefonszámukra, 345. 445. Nagyon csokos szám volt, nem tudom, hogy sikerült. Biztos az ott az igazi csokos Kádár János, hogy 00012. Hát ilyen meg 837 404 volt. Az én most is. Tényleg? Nem hozzá, hogy az anyáim. Na, gyerünk! Milyen szép, összkomfortos lakás. Kétszobás lakás a telepen. Sinem van az életem, van két szobás lakásom, boldogságom szigete, új életem kezdete, mindenkinek jól jönne egy két szobás lakás. Nem kell már más, csak egy telefon, egyébként néli fekvésű a teraszom, az egyetlen bútor a kerevet. Az sem baj, hogyha beázik az emelet, boldogságom szigete, a lakótelep közepe, sinem van az életem, van kiszobás lakásom, boldogságom szigete, új életem kezdete, mindenkinek jól jönne egy kétszobás lakás. Köszönöm!
egyszobás lakás a telepen. Ingyen kaptam, mert született két gyerekem, boldogságom szigete a lakótelep közepén. Sinem van az életemben, két szobás lakásom, boldogságom szigete, új életem kezdete, mindenkinek jól jönne egy két szobás lakás. Na, ki ismerte fel a barátnőmet? Na, ki? Ja, na, ugye gondoltam volna a Madonna, hogy egy... Fölhívott engem, hi, Prince, it's Madonna. A szövegírást említettem, és a szövegírásban nagyon sok minden belefér, ha mesélünk, az a legjobb. És itt vannak ezek a régi mesék, amiket mindenki ismer, és hát ezeket is be lehet egy kicsit fordítani. Én például nagyon szeretem a meséket. Ki az, aki szereti a... Hát aki a klasszikus feleségével vagy a férjével jött, ő nem szereti. Na, tehát hát a klasszikus meséket... Hallgatál, apukám! A klasszikus... Meccsen! A klasszikus meséket mindenki szereti, viszont annak idején, amikor ezt a szöveget szintén írtuk, akkor ez olyan transformáció, mi volt a... Én már akkor sem tudtam. Igen. Azt. Szerintetek ki most az ki ilyen a nagy mese? Mesesztár. Mesehős. Na? Batman, Pókember... Az már benne van. Ja. Igen. Shrek. Lehet a Shrek? Shrek, legyen a Shrek. Mert egyébként Transformers lenne. Igen, Transformers, az, már az is egy átirány. Egyszer mondjuk Transformers. És mi volt az eddig? Mit tudom én? Jó. Az valami ízé volt, valami ilyen, az a aki ilyen... Aki a négy szója, jó, akkor énekeljünk, hogy beszélünk. De ez olyan érdekes, hát hülye, hogy neki álltunk szöveget érni. Szerintem, és ez egy én kezdetem. Te kedvencem. Hófehérkét átvágták, mert az alma csak muska jó. A világsztár, ez lesz majd a csipke rúzsin nem tudta, hogy lesz majd varrógép. Szitába szúrta ujjait, na vele is se varratnék. 101 darab kis kutyát akart a szörnyel a defrász. Még szerencse, hogy a Glenclose játsza így, nem is olyan gáz. A Batman mindig a tetőn áll, a Superman pedig az égbe száll. Schwarzenegger meg Gyurmián, de most a Shrek a világsztár. A Batman mindig a tetőn áll, a Superman pedig az égbe száll. Schwarzenegger meg Gyurmián, de most a Shrek a világsztár. Na, köszönjük, a végére ti választhatjátok ki. Lehet kérni. Kívánságműsor, mint... Mi? Nem, ezt nem hallottam jól. Na, alszanak. Gyerekek, itt volt. Látjátok, hogy milyen hívek vagyunk, minden reggelmesek vagyunk. Tessék. Kiabájt. Szabó János, kiabájt. Kiabájt. Ha tudják, legyen hozzá zongora. Melyik Szabó János, ha kiabájt? Hát a kiabájt. Kiabájt. Kiabáljuk, hogy Szabó játszol. Jó. Kiabálj, a tombol a jó kedved, kiabálj, ha valami fáj. Kiabálj, mi biztosan meghalljuk, de ha nincs baj, ne kiabálj. Le. Ha kedves az életed, te ugrálj, ne ugrálj. Tedd fel a kérdezet, és ne mászkálj. Csúnyán néztem rá, tessék! Hozzád megyünk vacsorára, nagyon sokat teszünk! Az új töltsét! Tessék a gyöngyítés! Fenót!
Foghagy más. Pláne. Tudjátok, mit csinálunk most? Nem jövök hozzá. Folyamatosan könyvet írunk, kedvet kaptuk a presszet se, mert ez nem olyan lesz, ez olyan lesz, hogy a barátainkat és ellenségeinket megszólaltatjuk. Tehát rengeteg fejezet lesz. Rengeteg, ők mondanak minden érdekes történetet, és utána mi azt kommenteljük, tehát ez nagyon nagyszerű a dolog. Aztán most már ott tartunk, hogy inkább mi mondunk mindent, és néha mi bevágjuk őket, ez is ezt mondta, az is azt mondta. Szóval ebből lesz majd szerintem karácsony környékére egy könyv, vicces lesz, mi nagyon sokat rögünk rajta. Na, tessék, énekeljél. Itt szoktuk ezt énekelni? Ez durva, halljátok? A fokhagyma elé ez dur. Na, játszatjuk lejjebb. Jó. Mindig a Györgyiként győz. Úgy történt, hogy megláttam őt, beleremegett a lábam. Rám szóltak, hogy ne politizáljak. Ez nem rémmel. A lábam van. Hiába mondták, hogy vigyázzak, mert ő az a Szabó János. Rossz híre van, ismeri az egész város. Ma már csak minden másnap hívogat, engem kedves tékre tartogat. Két hete más már a szabóját. Lehet, hogy többé sosem sívogat, és nem nekem susogja a titkokat. Két hete másé már a Szabóján. Ha akartam, tessék azt mondani, akkor ti énekeltek. Nem, a Spelót minden. A Spelót utca 7 akarta. Jó, akkor tessék, minősítjük a dolgot. Ti éneklitek a refrént, a többiek meg azt mondják, hogy ezt nem én akartam. János, who the fuck is János? Így jó, de? Ma már csak minden másnap hívóban, engem kedves tégre tartogat. Két hete másé már a Szabó János. János, who the fuck is János? Többé sosem sírogat, és nem nekem susokja a titkokat. Két hete másé már a Szabó János. János! Akarnak csúnyán beszélni. Mi? Vannak ilyen emberek. De mi? Mert nem mindenki hasonlít ebben, például rád, Lang Györgyi. Gyerekek, ez kiviszi a feszültséget, a fákot. Azt nagyon nyomjátok meg. Fák, is János, jó? Szóval, ma már csak minden másnap hívogat, engem a kedestékre tartogat. Két hete másé már a Szabó János. János! Who the fuck is János? Mi vagyunk ilyen időnapban? Mit tudom én, mert te gondoltam. Te vagy a Spenótékkal, én meg a fákkal. Jó. Ma már csak... Két hete másé már a Szabó János. János! Úr! Hát gyerekek, megalakultunk, jól kisállók kiabálók, baj lesz. Megalakultunk, és most fölbomlik a kórus. Köszönjük szépen a részvételt, köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Mi jól éreztük magunkat, de ez ha kedvesben... De akartok még ráadást, akkor honnan jól kell kapcsolni. Nem akarnak jönni. Ha nem, akkor menjünk Spenó. Sziasztok! Nagyon csúnya néztem rá, de most akkor ez a hisztériakeltés, ez bejött. És akkor az van, képzeljétek el, amikor a Bye Bye Sashát megírtuk, aminek kisvártatva az oroszok kivonulásának lesz valami előfordulója, akkor volt olyan hetünk, amikor 274-szer énekeltük ezt a csodálatot. Leszel olyan kedves megkérdezni, hogy mit szeretnék ebédelni? Hát azt főzöl bosszúba azért, mert ezt most elénekeljük. Majd ők elénekeljük. Három éjjel, három nap, mint hiába vártalak, míg megtudtam, hogy kimondtak. Összetörtett szívemet, kidobtam a képedet, erről senki nem tehet. Hisz látom, hogy mindenki boldogan integet. És írok egy régveled, égveled. Hiába tanultam nyelvedet lelkesen. Mondják oroszul, hogy elment a kedvesem. Megmutassuk magunkat. Oh, Mr. Alkohol, hát itt vagy már megint.
vodkát, azt a vodkát, nyelem. Köszönjük szépen, ez volt Tóki. A húzatok jó jó éjszakát, mert minden jelenságot ekkor a gyármóban én azok jól. Azt a kajakit hagyja magam, pedig én nem szeretném. Vagy egy nyugodtan mond azt, hogy vége, mert én nem hagyom abba. Az öreg forrás kiszáradt, nem tudom megmosni a ruhámat. Az öreg forrás kiszáradt, nem tudom kimosni a ruhámat. Emlékszem meg, mire is utenged? Bálánckora tettük kuricalevéllel. Emlékszem meg, Marian és Dalgas Kristóf. Köszönjük ma esti fellépőinknek, hogy itt voltak velünk, és egy ilyen remek hangulatú estén vehettünk részt. Önöknek pedig nagyon köszönjük, hogy ellátogattak ide hozzánk.